Harsonások hívták munkára a diplomatákat az EGRI koronaborházban. Miután mindannyian kesztyűt, vödröt és metszőollót kaptak, megkezdődött az EGRI diplomata szüret. Azért kínáljuk, minél több erővel szedjék a szőlőt. A nagykövetek, államtitkárok és képviselők 8. éve szedik a szőlőt, mindig az ország más-más borvidékén. Tavaly a szekszárdi, most az EGRI szőlőkben szüreteltek. Szüretelni fognak körülbelül 2,5 órán keresztül reményeink szerint, a tervezett időpont ezt így adja. Azon kívül kézműveseknek a hada állít rendelkezése, amelyeket az itteni, a környékbeli emberek munkájából készült kézműves termékeket lehet megnézni. 41 nagykövetségről több mint 100 diplomata érkezett családjával együtt, így 200-nál is többen segítettek a kék frankos szüretelésében. A diplomata szüretet azért szervezik évről évre, hogy széles körben népszerűsítsék a magyar borokat. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő szerint a diplomata szüret nagy lehetőség az EGRI boroknak. Azt remélem ettől a mai diplomata szürettől, hogy azokba az országokba is el tud jutni az EGRI bor, az EGRI borvidék borai, ahinek a nagykövetei ma itt voltak Demjénben. A szerb nagykövet először tett látogatást az EGRI borvidéken, de mint mondja, ismeri és szereti az itteni borokat. A magyar borokat Szerbiában nagyon jól ismerik, különös tekintettel az EGRI bikavére és a tokai borokra. Ezeket a szerbek nagyon szeretik és kedvel fogyasztják. Ollót, illetve kést ragadott Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is. Úgy véli, az EGRI és a magyar borok népszerűsítéséért fontos támogatni a szőlő és borágazatot hazánkban. Ennek egyik szegmense a célzott marketing tevékenység. A másik pedig egy ültetvénytelepítési borászat fejlesztési támogatás. Ennek az eredménye az, hogy most 2 év alatt mintegy 5000 hektár új szőlőterület lép be, tehát 2 év alatt mintegy 5000 hektár új szőlőterület lép be, ami azt jelenti, hogy egy egész borvidékkel leszünk gazdagabbak. A diplomaták a szüret végén mustot préselhettek a leszedett szőlőből, de megkóstolhatták a Demjéni Borház idei, egyelőre címke nélküli rozéborát is.